egymást összehozza Pécset és Szentendrét, mely városok földrajzilag ugyan távol vannak egymástól, mégis számos ponton kötődnek. A mostani kiállítás kurátora Johann Van Damme a szentendrei és a pécsi képzőművészeti közegben egyaránt otthonosan mozog, ennek köszönhető a mai kiállítás. Kollégáimnak nagyon okosak voltak, mert kértek el a hallgatótól, hogy hatodják meg egy munkát, és így létrejött egy nagy archívum. De természetesen nem célunk, ha csak legyen egy ilyen archívum, egy virtuális archívum, hanem ezeket a munkákat is szeretnék megmutatni. És ugyanabban a pályázatból terveztünk két kiállítást. Az egyik tavaly történt meg a Pécset a Zsolnai negyedben, az M24-es kiállítóteremben, és a másik itt van ma. Nem lesz hosszú, mindenki ezt ígéri. Ezt a kicsit még most ki kell bírni, aztán majd jobb lesz. De ez a harc sem lesz a végső, már most előre látható. Mert harc van, vagy legalábbis kemény küzdelem minden értelemben. Küzdelem a megjelenésért, a figyelemért, az értelmezésért, a finanszírozásért, a piacért, és így tovább. Nagy a lemorzsolódás, szóval minden tisztelet azoknak, akik a ringben még tartanának. Sok kérdés, sok adat, sok megfelelés. Elvárásokkal fekszünk és kelünk. Vajon milyen feladatok válnak végánk?